Egy 28 éves jászladányi nő megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. október 16-án a kora délelőtti órákban a településen dolgozó egyik munkás korlátra terített, és felügyelet nélkül hagyott kabátja zsebéből egy mobiltelefont eltulajdonított. A telefon okot a terhelt eldobta a helyszín közelében. A rendőrök a kamera felvételek elemzését követően azonosították a feltételezett elkövetőt, aki a lopás vétség elkövetése miatt folytatott gyanúsított kihallgatása során beismerő tett. A nő a telefon sorsáról nem volt hajlandó nyilatkozni. A terhelt nem ismeretlen a hatóság előtt, hiszen jelenleg is több vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt van folyamatban vele szemben büntető eljárás. Egy 2022. március 30-ai jogsértés alkalmával gépkocsiból mobiltelefont és személyes okmányokat, míg egy 2022. áprilisi bűnesetben egy jászladányi ingatlanból ékszereket, rádiót, karórát és tisztálkodási szereket tulajdonított. tell Az asszony nyáron sem tétlenkedett. Egy 2022. júliusi cselekmény során beltéri és gyermekruhákat vitt magával egy jászladányi családi házból. Legutóbb pedig 2022. augusztusában egy helyi ingatlanba próbált betörni, azonban megzavarták, így cselekmények kísérleti szakban maradt. A 28 éves nő ellen a szolnoki törvényszék büntetés végrehajtási csoportja elfogató parancsot bocsájtott ki, ezért a gyanúsított kihallgatását követően a nyomozó hatóság őrizetbe vette a körözött szemét.